Ügyvédek és ügyfeleik helyzetét vizsgálja átfogóan a következő időszakban az ombudsman. Mostanában több változás is történt az ügyvédek körül, ezeket és a kirendelt védői rendszert vizsgálják majd. Ez utóbbit egyébként többen régóta rossznak tartják, valószínűleg megérett a változtatásra. Vendégem Kádár András Kristóf, Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, aki a kirendelt védői rendszer ismert kritikusa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Milyen baj ezzel a rendszerrel, hiszen a Helsinki Bizottság már nagyon régen megfogalmazta, és több vizsgálatot is végzett arra, hogy valami nincs rendben. Nem csak a Helsinki Bizottság, hanem az ombudsman is, illetve maga az országos rendőrfőkapitányság is megfogalmazta ezt már. Több empirikus vizsgálat és a rendszer résztvevőinek is az a tapasztalata, hogy a kirendelt védők tevékenységének színvonala jócskán alatta marad a meghatalmazott védőkének. Vagyis mire számíthat az, aki kirendelt védőre szorul? Hát például arra, hogy a nyomozati szakban, amely ugye a magyar büntetőeljárásban azért egy nagyon fontos rész, az esetek nagy részében a kirendelt védője nélkül kell megjelennie a hatóság előtt, illetve hogyha a kirendelt védő el is jön mondjuk a kihallgatására, akkor sokkal kevésbé lesz aktív, tevékeny, mint egy meghatalmazott védő. És a nyomozati szakban ugye attól még, hogy kötelező védelem van, a védő részvétele az nem kötelező, ellentétben a bírósági eljárással, ami azt jelenti, hogy ha nincs pénzem arra, hogy megfizessek egy védőt, akkor jó eséllyel szakértő jogi segítség nélkül megyek. Mennyi pénz kell ahhoz, hogy valaki megfizesse egy védőt átlagosan? Ez nagyon nehéz megmondani, mert ugye teljesen szabad a díjban való megállapodás az ügyvéd és az ügyfél között. Én inkább azt tudnám megmondani, hogy mennyi pénz kellene ahhoz, hogy a kirendelt védői működés színvonalát szerintem jelentősen emelni lehessen. Pillanatnyilag egy kirendelt védő... Na csak, bocsánat, még mondat erre, mert áttérünk, hogy mennyi pénz kellene, hogy az állam ebbe beletegye, meg gondolom erre céloz. Igen. Azért biztos segít az embereknek eligazodni, hogy mondjuk például az esetek mekkora arányában nem tudja valaki megengedni magának, hogy kirende, hogy megbízott védője legyen és szorul kirendelt. Az eljárásoknak egy jelentős részében kirendelt védő van, tehát legalább az eljárásoknak én azt gondolom, hogy a 30-40%-ában. Tehát ez a büntető eljárásoknak hogy... majdnem a felét, vagy közel a felét érintheti ez a probléma. Mert hogy mondjuk azt jól mondanám, hogy minimum 100 000-be belekerül az, hogyha valaki saját védőt fogalmaz. Igen, és ugye itt arról van szó, hogy törvény előtti egyenlőség megköveteli azt, hogy ne attól függjön, hogy én milyen esélyekkel indulok egy büntető eljárásban, hogy van-e rá pénzem, vagy nem. Nyilván a helyzet az, hogyha én megfizetek egy ügyvédet, akkor attól többet várhatok el, mint egy kirendelt védőtől. Nyilván azért, mert egyébként több pénzt fizetek a lehetőségek, akkor az ügyvéd számára ennek megfelelően jobban. De van egy bizonyos szakmai minimum, ami azt gondolom, hogy mindenkinek kijár, ha függetlenül attól, hogy van-e pénze, vagy nincs, mert hogyha nem, akkor gyakorlatilag az igazságszolgáltatással szembeni, vagy azzal kapcsolatos esélyeim attól válnak függővé, hogy mennyi pénzem van. Jelenleg ki dönti el, hogy ki az, akit kirendelnek egy-egy ügyhöz, és hogy az milyen szakmai színvonalat képvisel, és mennyi időt szem az ügyhöz? Ez az egyik kulcs probléma szerintünk. Jelenleg ugyanis arról van szó, hogy az ügyvédi kamarák összeraknak egy listát, amin a kirendelhető védők szerepelnek, és ebből a listából az a hatóság választ, amelyik előtt éppen folyamatban van az eljárás. Ez a nyomozás során ugye a nyomozóhatóság, leggyakrabban a rendőrség, ami azt jelenti, hogy az a szervezet választ nekem védőt, vagy az a személy, aki ellenem éppen nyomoz. És nyilván a nyomozónak könnyebb egy olyan védővel, aki nem zavar túl sok vizet, nem túl agilis, adott esetben meg se jelenik az eljárási cselekményeken. És azt gondolom, hogy a rendszernek ezt a problémát ki kell küszöbölni. Tehát mondjuk például azt is lehetne törvénybe iktatni, hogy ezt ne tehesse meg valaki, hogy meg se jelenik? Nem, hát ugye a kérdés az, amit itt szabályozni kellene, hogy hogyan választódik ki a védő. Ugye van ennek a dolognak egy olyan aspektusa is, hogy ez a tapasztalatunk, adatokat kértünk különböző kapitányságoktól, hogy egyes kapitányságokon vannak kedvenc védők. Tehát van olyan magyarországi rendőrkapitányság, ahol egy évben az adott kirendeléses ügyeknek 80%-át ugyanaz vitte el. Bizonyos esetekben ez évi 400 ügyet jelent. Ami azt jelenti, hogy az ügyvéd praxisában a kirendelés az egy jelentős tényező, tehát gyakorlatilag a megélhetése fog a
a nyomozón múlni, akivel szemben adott esetben neki nagyon keménynek kell lennie. Vagyis, hogy a nyomozó hatóságnak próbál megfelelni, és nem a védencének. Így van, tehát ha sokat akadékoskodik, akkor legközelebb már nem őt rendelik ki, és még abban az esetben is egyébként, hogyha az adott védő a legtisztességesebben látja a feladatát, ugye itt is azért a tisztességesnek is kell látszani, nagyon fontos elem, mert ez egy bizalmi viszony a terhelt és az ügyvéd között. Hát mi azt gondoljuk, hogy egyszerűen ki kellene iktatni annak a lehetőségét, hogy ilyen módon függővé váljon egy ügyvéd a nyomozótól, illetve el kell érni azt, hogy ne olyan személy rendelje ki a büntetőeljárásban az ügyvédet, aki valamilyen módon érdekelt annak a kimenetelében. Ha jól tudom, önök egyfajta sorsolási rendszert javasolnak például ennek eldöntésére, na de azt is lehetne szabályozni, mire köteles ez a védő, hogy ne tehesse meg a védencével, hogy mondjuk el sem megy fontos alkalmakkor, vagy nem. Ez egy nehéz kérdés, tehát lehetne azt mondani, hogy ne lehessen védő nélkül kihallgatást tartani, de az biztos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez a nyomozati érdeket sérti. Tehát mit tudom én, egy forró nyomos ügyben, amikor mondjuk még a bűntársak menekülnek, vagy amikor még ki lehet deríteni, hogy nem tudom, hol hagyta az áldozatot az érintett személy, akkor nyilván nem lehet azt megvárni, hogy az ügyvéd egy másfél-két óra múlva beérjen. Tehát előállhat olyan helyzet, amikor a védő nélkül kell valamilyen egyébként fontos nyomozati érdekből megtartani azt a kihallgatást. Tehát ugye az a szabályozás, hogy azt mondjuk, hogy amíg nincs védő, addig nincs kihallgatás, az biztos, hogy nem működik. Én azt gondolom, a másik dolog, ami miatt nehéz ezt a kérdést kezelni, hogy a védőnek van egy, az ügyvédnek van egy alapvető függetlensége, tehát nagyon nehéz azt vizsgálni, hogy valamit miért tesz, vagy miért nem tesz. Az ügyvédi kamaráknak van szerintem nagy felelősségük abban, hogy érvényesítsék azokat az etikai meg szakmai szabályokat, amelyek kimondják többek között azt, hogy a védő, ha csak megteheti, akkor bizony menjen el. Most indult tehát ez a vizsgálat, körülbelül fél évig fog tartani, és a Helsinki Bizottság is részt vesz benne. Nem csak erre terjed ki egyébként, hanem még több minden másra, biztos fogunk róla beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm én is.